Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Családvédelmi akcióterv. Nagy az érdeklődés az autóvásárlási támogatás és a babaváró hitel iránt. Nyári diákmunkaprogram. Szekszárdon főként a játszóterek felújításában vesznek részt a fiatal dolgozók. Rablás. Idős férfit bántalmazott két fiatal, mindenét elvették. Rekordtermés Tolna megyében 6,6 tonnával a legmagasabb az őszi árpa termés átlaga. A Tolnatáj televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Július 1-től elindult az autóvásárlási és a babaváró támogatás. Lehetőség nyílik a jelzálog hitel csökkentésére, illetve szintén elrajtolt a falusi családi otthonteremtési kedvezmény. Bár az igazán nagy érdeklődés július elején volt, még mindig sok ügyfél érkezik kifejezetten ezen támogatások miatt a kormányhivatalokba és pénzintézetekbe. Élénk az érdeklődés a kormány családvédelmi akcióterve iránt. Már csak nem 400 darab hatósági bizonyítványt állított ki a Tolna megyei kormányhivatal azon ügyfelek részére, akik az akcióterv lehetőségeit szeretnék igénybe venni. A legtöbb kérelem és tájékoztatás kérés a 10 milliós, akár vissza nem térítendő támogatássá alakítható babaváró hitellel kapcsolatban, illetve a nagycsaládosok autóvásárlását segítő lehetőség kapcsán érkezett, mondja Horváth Kálmán, kormány megbízott. Tolna megyét tekintve babaváró támogatást, illetve hitellel kapcsolatos ügyintézés 200 volt. A nagycsaládosok jelzálog hitelének az elengedésével kapcsolatban, vagy részleges elengedésével kapcsolatban is több mint 100 ügyfél keresett bennünket, illetve elég komoly az érdeklődés a nagycsaládosok autóvásárlásával kapcsolatban is, ott is közel 100-an érdeklődtek már. Komoly nyomás nehezedik a pénzintézetekre a családvédelmi akcióterv bevezetése óta, mondja Gáspár Csaba, a Hungária Takarék ügyvezető igazgatója. Számokban kellene ezt megjelenítenem, akkor napi szinten 50-100 érdeklődőt kell felvilágosítanunk, illetve megfelelő nyomtatványokkal és útmutatással kiszolgálnunk az elmúlt hetekben. Ez egy nagyon komoly változás a korábbi támogatási rendszerben tapasztalt letterheltségünkhöz képest. A legkeresettebb támogatási forma kezdetben a babaváró hitel volt, szinte csak ezután érdeklődtek a hitelt felvenni akaró családok a Hungária Takarék fiókjaiban. Manapság pedig a falusi csok miatt kérik a legtöbb tájékoztatást, mondja a pénzintézeti vezető. Mivel ugye pénzintézet specifikus, hogy ki milyen intenzitással van vidéken jelen, azokban a területeken, azokban a régiókban, ahol vidéki pénzintézeti fiókok vannak, azok esetében egyértelműen, hogy most ez a fajta érdeklődés fokozottan jelenik meg. A legfrissebb adatok szerint országszerte július 15-éig mindegy 2400 babaváró igénylés érkezett a pénzintézetekhez, a nagy családosok autóvásárlási támogatására viszont 5700 kérelmet nyújtottak be, míg a jelzálog hitel elengedését július 10-éig 703-an kérték. Európában csak két országban kevesebb a villamos energia lakossági átlagára, mint a magyar fővárosban, a gáz ára pedig itt a legalacsonyabb, közölte a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. Egy kétkeresős háztartás átlagos jövedelméhez képest a korábbi időszak 4%-os értékéről 3,4%-ra csökkentek a lakossági fogyasztók villamos energia és földgáz költségei, közölte a hivatal. A KSH adatai szerint az egészségügyben 5% körüli a szakemberek hiánya. A 185 ezer álláshelyen 42 ezer orvos és 104 ezer szakápoló dolgozik. A KSH adatai szerint az orvosi álláshelyek 3,8%-a, a szakdolgozói álláshelyeknek pedig a 3,4%-a betöltetlen. A legnagyobb probléma a fekvőbeteg ellátásban van, ahol az orvoshiány 6,2%-ra rúg, a szakdolgozói állás pedig több mint az 5%-a áll üresen. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara felmérése szerint ugyanakkor ennél jóval nagyobb 15-20%-os a szakdolgozói hiány. Adataik szerint a legnagyobb gond a közép-magyarországi régióban és Nyugat-Magyarországon érezhető a kamara szerint.
Közel 60 diákot alkalmaz a Szekszárdi önkormányzat a nyári diákmunkaprogram keretében. A fiatalok zöme a Tolnai megyeszéken játszótereit, parkjait szépíti meg. A fiatalok többsége azért jelentkezett a munkára, mert valamire gyűjt, más a nyaralását állja majd az itt kapott fizetésből. Festéshez készítik elő a fiatal lányok és fiúk a Szekszárdi Energiaparkban álló hintát. Első körben lecsiszolják a felületet. Mindannyian a Szekszárdi önkormányzat alkalmazásában állnak a nyári diákmunkaprogram keretében. Többségük azért vállalt nyáron munkát, mert valamire gyűjt. Van, aki amerikai nyaralásba adja majd bele a fizetését, más márkás sportcipőt kíván venni első munkadíjából. Nike cipő. Csak 50 ezer forint osztani. Lehet, hogy nem az lesz belőle. Nincs olyan, csak így, hogy legyen, és akkor, hogyha kell valamire, akkor van. Máté erősítőre szeretné költeni a 6 órás munkáért járó fizetését. Ez a festés most kifejezetten jó szerintem. Vagyis hát könnyebb, mint amik szoktak lenni ez a lapátolás, megásás. Ez jobban tetszik. Közel 60 diákot alkalmaz a Szekszárdi önkormányzat a nyári diákmunkaprogram keretében a 2 hónap alatt. A diákokat nem csak a játszóterek felújításába vonják be, hanem belógó zavaró ágak metszése, levágott gajak összeszedése, homok gerebjézése is a foglalatosságuk közé tartozik. A játékoknak a megkopott felületeit festik vagy mázolják újra, ami látszik itt szembe is, hogy eléggé meg vannak kopva ezek az eszközök, és hát azt festik, mázolják. De ezen kívül még mást is csinálunk, például itt vannak ezek a járólapos dolgok, innen a nyomokat kiszedjük, szemetet szedünk. A nyári diákmunkaprogramban azok a nappali tagozatos diákok vehetnek részt, akik a tényleges foglalkoztatásukkor már betöltötték a 16. életévüket, és legkésőbb a program befejezésekor még nem múltak el 25 évesek. A maximum napi 6 órás munkáért járó fizetés attól függ, rendelkezik-e a diák szakképzettséggel. Ha van ilyen papírja, akkor bruttó 146 ezer forint, ha nem rendelkezik szakképzettséggel, akkor 112 ezer forint jár a munkáért havonta. Tavaly országszerte közel 30 ezer diák vett részt a nyári diákmunkaprogramban. Kamion rakterében jutottak be az ország területére azok a külföldiek, akikkel Tolna megyében az M6-os autópályán intézkedtek az autópálya rendőrök. A bátaszéki autópálya alosztály rendőrei megállapították, hogy a magukat afgán és pakisztáni állampolgárnak való férfiak jogellenesen jutottak be Magyarország területére. Az illegális migránsok sem személyazonosságukat, sem magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét hitelt érdemlően nem tudták igazolni, ezért a rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz. Idős férfit rabolt ki egy 15 és egy 16 éves fiú Szekszárdon. A kamaszok súlyosan bántalmazták a 64 éves áldozatot, majd mindent elvettek tőle. A bankkártyájával pénzt is megpróbáltak felvenni egy bank automatából, ezért a rablás mellett sikkasztásért is felelniük kell. Itt a szekszárdi buszpályaudvartól nem messze támadták meg az idős férfit. Budapestről érkezett, épp az osztály találkozójára sietett. A 15 éves fiú előbb elgáncsolta, majd kitépte a táskát a kezéből. Minden értékét magával vitte az erőszakos támadó. Az idős férfi súlyos sérüléseket szenvedett. A fiú cselekményét elismerte, és elmondta, hogy a férfit pénzszerzési szándékkal rabolta ki. Az eljárás során megállapítást nyert, hogy a fiú egy másik társával együtt a cselekményt követően rövid időn belül az ellopott bankkártyával, a férfi ellopott bankkártyával pénzt próbált meg felvenni, ami azonban sikertelen volt. Éppen ezért a támadónak nem csak csalás miatt kell majd felelnie, hanem csalás és még más bűncselekmény miatt is nyomozás indult ellene. Tekintettel arra, hogy a 15 éves fiú a bankkártyán kívül a férfi iratait, valamint BKV bérletét is ellopta, ezért őt okirattal visszaélés vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt is kihallgatták az ügyben. A fiatal támadónak tehát legalább 3 bűncselekmény miatt kell felelnie. Úgy tudjuk, hogy a nyomozók egy másik, 16 éves gyanúsítottat is kihallgattak az ügyben. A nyári betakarítás a végéhez közeledik. Országszerte elmondható, hogy a 2018-as szezonhoz képest jobb a betakarítási időszak idén. Tolna megye kiemelkedik ebből a részből, az őszi árpa termés átlaga nálunk a legmagasabb, 1,2 tonnával jobb, mint tavaly volt. Ezt a Szekszárd melletti termőföldet már betakarították az idén. A nyári aratás lassan a végéhez közeledik, az őszi árpa betakarítását már az egész országban befejezték.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara adataiból kiderült, hogy rekordtermést hozott az őszi átpatolna megyében. Kiemelkedően jó eredményt értünk el, országosan az első helyen állunk a megyék között, 6,5 tonnás átlagtermés volt a megyében. Különösen jó volt a termés. A sárközben 7-8, esetenként 9 tonnás terméseket is betakarítottak hektáronként, de Tamási környékén is 7,5 tonna volt a őszi árpa átlagtermése. A megyében az őszi búza betakarítása is a végéhez közeledik, a termés átlagok 6-8 tonna között várhatóak. A szakemberek azt mondják, a tavalyi szezonhoz képest az idei betakarítási időszak sokkal jobb, mint amire számítottak, ez főként a termőföldek jó minőségének köszönhető. Alapvetően mindenki alacsonyabb várakozásokkal volt a kedvezőtlen őszi és tavaszi időjárás miatt, és ehhez képest jobban teljesítettek. Tehát a várakozásokhoz képest jobban teljesítettek ezek a kultúrák, de mi is néztük a tavalyi adatokat, kissé magasabbak a termés átlagok a tavainál. 2018-ban Tolna megyében 5,4 tonnás termés átlagot hozott az őszi árpa. Az idei szezon végén azonban már 6,6 tonnával jelentették a legmagasabb termés átlagot a megyében. Egyéni csúccsal rendkívül magabiztosan nyerte a Junior Európa-bajnokság 3000 méter akadály első selejtező futamát Szemerei Levente, a Szekszárdi Sportközpont futója a Svédországban zajló U20-as kontinens viadalon, aki egy erdélyi magaslati edzőtáborban töltötte a felkészülés utolsó hetét. A döntőben szoríthatunk a szekszárdi futónak, akinek jó esélye van arra, hogy az utóbbi két évtized futóatlétikában messze kiemelkedő nemzetközi eredményét produkálja Tolna megyei viszonylatban. Újra országos döntőbe jutása esélyes csapata van a már régebb óta a hazai legjobb négybe tartozó bonyhádi strandfocistáknak a most zajló országos bajnokságon, ami ezúttal nem Siófokon, hanem a fővárosi új helyszínen, a Lupa Beach-en zajlik. Ha eljut újra a nagy döntőbe a bonyhádi csapat, akkor szinte biztos, hogy újra külföldi sztárjátékosokkal teletűzdelt csapat lesz az ellenfelük. A bölcsföldi csapat áll elébe a nagy kihívásnak, hisznek az országos meglepetésnek számító végső győzelmükben. A siófoki aréna után a fővárosi új strandfürdőben a Lupa Beach-en is folytatódhat a bonyhádi strandfocisták már egy évtizede elkezdődött sikersorozata. Az utolsó forduló következik a hétvégén, eddig győzelmet győzelemre halmozó Bonyhád BFC már szinte pávolyban érezheti magát a négy közé jutás szempontjából. Ám, mint azt a csapatvezető Bölcsföldi Zoltán a hétközi hazai bonyhádi edzésen megjegyezte, nem érik be ennyivel, újra nagy döntőt szeretnének egy hét múlva játszani, amire már volt, nem is egyszer példa, és ott országos meglepetést okozni ezúttal. A tavalyi évre nézünk vissza az elődöntőbe, a rekordbajnok Goldwyn plusszal játszottunk, ugye, és büntetőket kaptunk ki tőlük, holott amíg nálunk saját nevelési fiatalok, ráadásul elég nagy fiatalításon esett át az egyesület az együttes az előző években, amíg nálunk saját nevelésű fiatalok játszottak, addig az ő együttesükben pedig magyar válogatottak, megerősítve spanyol válogatottakkal, és mégis az elődöntőbe büntetőkkel tudtak minket legyőzni. A komoly tudással rendelkező külföldiekkel teletűzdelt hazai sztárcsapatot, a Goldwynt már egyszer az idén, az első fordulóban legyőzték a bonyhádiak. Úgy szintén az ukrán válogatottakkal felálló Bodon FC-t is. Így bárki ellen esélyesnek tartják magukat a bölcségiek, akiknél, és erre nagyon büszkék, csak magyar és csak bonyhádi játékosok szerepelnek. A Goldwyn Mácsa megvertük, és a Gyöngyösbe pedig nem igazán tartom olyan erősnek, mint tavaly. Ezek a fiatalok egyre nagyobb tapasztalattal rendelkeznek, egyre jobban be fognak érni a felnőtt mezőnybe is. Azt gondolom, hogy merjünk nagyot álmodni, mi a bajnoki címért fogunk utazni a döntőre. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Kampányhangok és 50 milliós pályázat Pécsen, kifogásolta az önkormányzat kezdeményezését a zöld párt. Van még elég albérlet Pécsen a szakértő szerint, az egyetemhez közeli ingatlanokat keresik a legtöbben. Újabb fegyver a klímavédelemben, smaragdfa ültetvény Nagyberényben.
Zoknistoppoláshoz hasonlította azt az 50 milliós energetikai pályázatot az LMP képviselője, amit csütörtökön írt ki Pécs gazdasági bizottsága. Kóbor József szerint ez az összeg nem elég a társasházak lépcsőházainak, közös helyiségeinek takarékosabb átételére. Szerinte azért döntöttek most, hogy a javaslatot tevő ÖPEC képviselője pénzt osztogathasson. Kővári János szerint a zöld párt kampányüzemmódba kapcsolt, és ezért nem veszi észre, hogy valójában a lakosság közös költségeit csökkentik a pályázatban megvalósuló beruházások. 50 milliós pályázatot írnak ki a pécsi társasházak közös tereinek, lépcsőházainak energetikai megtakarítás célzó korszerűsítésére. Erről döntött a Város Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága csütörtökön. Mint ismert, júniusban döntött az ÖPE javaslatát jóváhagyva a közgyűlés erről a pályázatról. Most írják majd ki, ez dőlt el a bizottsági ülésen. Azonban az LMP képviselője kifogásolta a döntést akkor is és most is. Azt az 50 millió forintos keretet, amelyet Kővári János képviselőtársam, jelen pillanatban még képviselőtársam, aztán lehet, hogy majd alpolgármester, nem tudjuk, költhet erre a célra. Ezt egy kompaktabb programra kellett volna elkölteni. Az épületfelújításra ez az összeg egyszerűen kevés, a panelépületek közös helyiségének a felújítására. Véleményünk szerint ez megint csak stoppolásra jó. Nem ért egyet a pénzügyi bizottság vezetője azzal, hogy zokni stoppoláshoz hasonlítja a lépcsőházak energetikai felújítását célzó pályázatot az LMP. 50 millió forintból az elég nagy stoppolást lehet végezni, tehát bízunk benne, hogy ez valóban sok száz családot tud pozitívan érinteni, tehát több lakóépületnél jelent ez majd komoly megtakarítást a következő időszakban, havi szinten is, illetve a közös költségben is meg fog mutatkozni, én azt gondolom. Az LMP inkább a PET palackos ivóvizet szüntetné meg ebből a pénzből az önkormányzati intézményeknél, újra üveges vizet gyártatna a Tettye forrásházzal. Kővári nem érti, miért nem áll a zöld párt az energiatakarékos program mellé. Ők inkább PET palackok nélkülözésére költenék ezt a pénzt, amit nem nagyon értünk, hiszen PET palackokat magunk elhagyhatunk ezeknek a használatát, anélkül, hogy bármilyen pénzt fordítanánk erre. Ugye ez a maga körte esete. Én úgy veszem észre, hogy tényleg az LMP szemét elvakította a kampány, és csak kampány célként tud felfogni valamit. Ez egy nagyon fontos lakossági cél, és ahogy mondtam, a következő 10 évben szeretnénk ezt kiszélesíteni a város több területére is. Most 1000 lakáshoz kapcsolódó közös helyiséget lehet energiatakarékosabbá tenni ebből a pénzből, mondja a képviselő. Az előterjesztést végül elfogadta a bizottság. Kóbor József nem tagja ennek a testületnek, így csak véleményezhette, mint önkormányzati képviselő a pályázatot. Van még elég kiadó lakás Pécsen, ezt mondta stábunknak az egyik közvetítő iroda vezetője. A szakember szerint a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése sem hoz majd változást. Ráadásul a májusi árakhoz képest csökkenés tapasztalható. A legnépszerűbb ingatlanok az egyetemi kampuszok közelében vannak, kevesebben akarnak már a belvárosban lakást bérelni. Ilyen telefonnal készült videók kerülnek ki az egyik pécsi albérlet közvetítőnél, ezért nincs sorban állás az irodájukban. Most interneten keresztül foglalják le az albérleteket, csinálunk videót a lakásokra, és azokat küldjük el, és minden, úgymond minden diáknak van itt egy társa, aki segít kiválasztani, hogy melyik lakásba szeretne lakni. Elsősorban a külföldi diákok választanak így, akik majd augusztus végén, szeptember elején foglalják el az új szállásokat a városban. De a magyar diákok is az interneten keresnek először, majd az irodával egyeztetve személyesen nézik meg a kiszemelt lakást. Lénárt Melitta azt mondja, folyamatos az érdeklődés, nem várnak a ponthatárok kihirdetésére. Az egyetemhez közeli lakásokat keresik, nem a belvárosban szeretne lakni mindenki, mint régen. Kettő szobás panellakás az egyetemnél, az 70-től 120 ezer forint plusz rezsiért megy. A három szobás, azt most jobban szeretik, mert össze szeretnének költözni, és az a 120-tól 150-es bérleti díjban mozog.
Az új építésű ingatlanok árai lejjebb mentek, a két szoba plusz nappal is lakás díja 140-től 170 ezerig terjed. A belvárosi lakásokért a minőségtől függően lehet pénzt kérni, mondja a szakértő. Így a két szobásoknál 100 ezertől akár 160 ezerig terjednek az albérleti árak jelenleg. A pici kertes házakért 150 és 300 ezer közötti árat kérnek. Lénárt Melitta azt mondja, sok lakást vettek meg befektetési céllal. Ezért van még bőven kiadó lakás. Ebben a mappában például 250 ingatlan címét és ismertetőjét fűzték le azoknak, akik személyesen keresik fel az irodájukat. Újabb fegyvert kapott a progresszív klímavédelem. Erről beszéltek a szakemberek csütörtökön Nagyberényben, ahol hazánk első klímaültetvényének ünnepélyes gyérítése zajlott. Az itt található smaragdfák egyik különlegessége, hogy négyszer annyi széndioxidot képes megkötni, mint más növény. 2013-ban ültették azokat a smaragdfákat, amelyeket ma kezdtek el gyíríteni Nagyberényben. Steyer József klímakutató vezetésével és több akadémia, egyetem, valamint kutatóintézet részvételével fejlesztették ki a nemzetközileg is elismert növényt. Itt ismert Magyarországon honos növényekhez képest közel 10-szeres mennyiségű széndioxidot képes megkötni. Itt látjuk mögöttem, hogy beépíti. Tehát ez nem mese, ez fogható. 6 év alatt fejlődtek ezek a növények akkorát, amekkorára az egyéb hibridjeink itt Magyarországon 15-18 év alatt képesek, vagy az őshonos fáink között van olyan, amely 90 év alatt hozza ezt a teljesítményt. Én azt gondolom, hogy mi nem versenyzünk ezekkel, mi egy olyan biodiverzitást szeretnénk, amiben a klímavédelmet gazdasági alapokra lehet helyezni. A smaragdfa számos különlegességgel bír, például kiváló hőtűrő képessége van, valamint nagyon gyorsan növekszik és négyszer annyi széndioxidot képes megkötni, mint más növény. A nagyberényi ültetvény 6 év alatt vált gyéríthetővé. A szakemberek szerint a növény új, progresszív alapokra helyezi a globális klímavédelmet. Én úgy apostrofálnám, hogy ez egy ökofa, és azért is ökofa, mert egyébként majd ha bemennek esetleg alá, van egy nagyon jó kis mikroklímája. Durván egy olyan 3-5 fokos hőmérséklet különbséget tud produkálni belül az ültetvény meg kívül, tehát már ez is önmagába véve, pormentes, nagyon erős oxigén felhasználása van, tehát hogy oxigén termel vissza a környezetbe. És hát a leveleim pedig ugye elég intenzív protein gazdagok, tehát az meg egyéb más felhasználásra is alkalmas. Az ünnepélyes gyérítésen részt vett az országgyűlés alelnöke, a Magosz elnöke is. Jakab István kiemelte, a smaragdfa nagy lehetőség a klímavédelemben, épp ezért meg kell találni hasznosításának lehetőségeit. Hogy több ilyen ültetvény már most is van kísérleti jelleggel. Nyilván az egyes kutatóintézetek, erre szakosodott speciális szervezetek ezzel a kérdéssel foglalkoznak. Hallottuk az előbb is, egyetemek, kutatóintézetek bevonásra kerülnek. Nyilván az ő együttműködésükkel és az adottságok figyelembevétele mellett meg kell találni, hogy hogyan tudunk hozzájárulni az egészségesebb környezet fenntartásához, és ráadásul hogyan tudjuk növelni azt a biomassza mennyiséget, amire szükségünk van. A smaragdfa ültetvény lehetőséget nyújt a köztes növénytermesztésre is, így az így vetett gabona akár 30%-kal nagyobb termést hozhat a kedvező mikroklímának köszönhetően. És végül nézzük, miről szólt ma a híradó. Családvédelmi akcióterv. Nagy az érdeklődés az autóvásárlási támogatás és a babaváró hitel iránt. Nyári diákmunkaprogram. Szekszárdon főként a játszóterek felújításában vesznek részt a fiatal dolgozók. Rablás. Idős férfit bántalmazott két fiatal, mindenét elvették. Rekordtermés Tolna megyében 6,6 tonnával a legmagasabb az őszi árpa termés átlaga. A hétvégén sok napsütésre, igazi nyaraló időre van kilátás. Vasárnap este alakulhatnak ki zivatarok, a hét második fele is kifejezetten meleg időt, 30 fok feletti maximum hőmérsékleteket ígér sok napsütéssel. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, viszontlátásra!